Üdvözlök, ismétlen mindenkit! Mostan be lesz utatva a 2021-es év legelső verzióban, melyek szerintem legjobb alkalmazások. Nagyon sokan, mutatom milyen oldalakat követnek, vannak ilyen CNET, FileHippo, ahol meg vannak írva, hogy melyikek a jók. Melyikeket érdemes, melyikek a rosszak. Szerintem azok nem annyira jók, nincs nagy értelmük nekük. És nagyon sokan azt hiszik, hogy szükség van vírus írtó alkalmazásokra. Nagyon tévednek, mert az emberi agy, ha ki van feleszve, ha normális az egyén, akkor nem kikkelget össze-vissza minden vackókra, nyereményjátékokra, mert a valóságban nagyon kevés van a ingyen, mint a volna, és akkor itt lehet nézni is. Mi az első? Itt is vannak ezek az oldalak, de vannak írva, hogy milyen jók. Toplisták, van ez a CNET. Itt is vannak rajta alkalmazások, amik nagyon jók. Best product, Domblad, észre kell rá menni. És kírja, hogy mik is jók, mik nem annyira. Vannak most is az a fontossága, most vannak ott, elkezdtem mondani a vírusokat. Jaj, vírusos lesz a szállítógépen. Mit csináljak? Jaj, jaj. Hát, van egy nagy tévedés. Nyilvánvalóan valamint, hogy vírusos lesz, az nagy valószínűséggel nagy százalékban az egyéntől szokott lenni. Mert az egyének nincs ki az agykapacitása. Egyszerűen buta. Minden vaszkot letöltögetsz, és aztán kap vírust. És annyi esze nincsen neki, hogy legyen egy szent box. És ebben az alkalmazással az ismeretlen alkalmazásokat el lehet indítani. Az annyit tesz ki, hogy elindítod rajta, és nem fog a rendszert önkretenni. Most lett nyit forráskódó nem régen, egy időben fizetni kellett érte, és most már nyit forráskódó lett. Van a sima Sandbox, meg a Sandbox Plus. És vannak a verziók. GitHubon vannak fönt. Van a plusz verzió, meg van a sima. Simához, ha Microsoft Windows itt van, akkor külön kell ez a driver csomag. De van a plusz, amiben minden benne van. És itt van a verziók. Van 0.6-os, 64 bites és 36 bites. Ne lehet tölteni. És mutatom, mivel van letöltve. Ilyen free download managerre. Hát nagyon sok van ittán, hogy lefagyja az internet, nem olyan stabil. És hogy letöltök, ezt fel fogom majd tölteni torrentban is több. És hívják ilyen feltöltő oldalakra. Azért, mert fönt legyenek, és mostan így ne kelljen sokat gondolkodnom rajta. Akkor így mappánként lesz berakva. És akkor ide beírom azt, hogy
emberek, hogy Don Vlad le fogja tölteni. Lehet, hogy berakom a másik verziót és a 64 biteset is. Benne legyen, nem sokat fog. Akkor a komplet ezt a gittet le fogom másolni. Nem? Csak a plusz verziók lesznek rajta. Akkor az meg adományozzon a Sandboxnak. Jön a következő alkalmazások. Mi a másik? Ezúttal biztonsági alkalmazás. Felesleges a ilyen antivírusok. Van még egy, amivel lehet nagyon jó titkosítani, az a Vera Craft Crypt, vagy Craft, és akkor itt vannak az alkalmazás, lelátni, meg fogja találni. Vera Craft, jó is írtam be a nevét neki. Ezzel jobban lehet titkosítani a meghajtókat, mint a Bitockerra. Ez is nyit forráskódó szokás szerint. Vajon ilyesmik rovatták meg ebbe az év első válogatásából, ezek lesznek a toplistások. És tudom én azt, aki ezt telepíti föl, elvetitkosít valamit le, a hardiskét, ha elfelejti a kódját, az használhatatlanná fog válni, ilyen Microsoftos rendszerként képtelen a újból formátoltatni az egész merevlemezt. Locker. Elég jó. Egy időben volt régebben, 3-4 évvel ezelőtt próbáltam ki. Hát letitkosítottam vele a leset. Nem írtam be a jelszavat, nem lehetett megnyitni. Nem próbáltam brute force-szal feltörni. De most a... És az, hogy itt is lehet tölteni, a több vezzó is van neki. Van source code-on. Verziók. Jön a következő. És játszik még egy kis csomagból. Vannak ilyen. Újabb van. Nagyon sokan szoktak játszani online flash játékokat. Böngésző. Gondolok mostan. Hát nem a Firefoxról, sem a tehetek próbálgatva egy időben vannak olyan tesztek. Nem lesz más, mint a következő a Brave. Miért is nagyon jó, nagyon tette rajta titkosítani. Eléggé. Elégedett vagyok vele. Több platformon elérhető. Nem jegyzi meg az előzményeket. Be lehet állítani. Nem úgy, mint a Google Chrome-ot. Eddig jóval stabilabban nézett ki. Kettő darab verziója van rajta. Van rajta 32 bit, 64 bit. Linuxokra is lehet tölteni. Feltételezzen, hogy már mindenki már 64 bites rendszerre akarja újféle böngészőt. Ezt is például kategóriába rakom. Na, aztán kelljen. Fogja ezt is tölteni. Pedig kell letöltse róla az infót.
Mert miért ott kapott? De tölteni. Jön a... Következő. Is volt itt még. Amit mostanában is előkerült. Ezek a... Cleanerek. Az era szer. Nagyon jó ilyen merevlemezekre. Ez is nyílt forráskódó. Nagyon akarja az... Nagyon akarja az AUS. Logits. Út. Speed. Verziója! És eléggé jó. Szokott venni! Meg lehet venni! Nagyon sokáig. Azt mondom, hogy az ingyen volt régebben. Nem volt korlátozva. Le volt korlátozva az alkalmazás, és megvoltak, hogy milyen részeit lehetett ingyen, vagy melyikre kellett fizetni. De most már hiszem, hogy mind a kettőre van már. Az összes részre van korlátozva. Szóval nem lehet ingyen szerezni. És akkor itt vannak ilyen kicsike. Túlszak. Indulni fog. Ki lehet még? Rendszerre. Volt ez a... kódek. Pak! Meg a verzió. Nagyon jó. Lehet benne keverni a hangot. Keverésekre. Lejátszik minden formátumot. De fújja tölteni! Mi is szokott még? Eléggé fontos. 35%-kal le lehet rajta menni. Ilyen PDF. Ez maradja a Sumatra. Kicsike alkalmazás. És egyszerűen untig elég. Jó sok mindent tud. Vannak ilyen office alkalmazások. Szóval gondolkozok oda, csak egy pár torrent fájlok fognak bemenni, mert akkor eléggé jó csicskán meg fog nőni ez a válogatás.
Következő, azaz, ever. Note. De most legyen ebbe a válogatásba VP S. Free. Office. Hát, telefonomban volt máskor. Régebben az volt a neve neki, hogy Kingsoft Office, és megvették, és előle lett a VPS Office. Nem is volt ja, így volt, 2015-ben nevezték át, régebben meg 2014-ben Kingsoft Office volt. És lehet tölteni, eléggé jó, sok minden kellett rajta próbálgatni. Van rajta PDF editor is elméletileg. Van offline. Installer verszi vagy a neki. Szerintem rá! Az online verszió kell. 180 megabyte. Hát egy darabig fogja tölteni. Fel lesznek töltve tölt. Odalakra lesznek vele csinálva. Torrentek is! Meg sorolva már, mi az Office-ba. Akkor jön a... Felejtettem a böngészőt, internet kapcsolat nélkül nem lehet. Tehát elteni. Észre is legyen. Ilyen Firefox. Szóval vajak, hogy milyennyire stabil. Szóval jobban, mint a Google Chrome. Jóval stabilabb. Széles sáv. Hát mindenki 64 bites rendszere van már. Nem, a 32 bitben van. Azt másik nyelvet legyen angol, vagy német, portugál. Több verziója van neki, van Nakli, Beta, Firefox, iOS, 64 bit. Most lehet, nem a... Van 51. Ez az offline, hogy... De rajta van! Faszom szól, hogy... És töltve. Addig meg. Van még hiányzik a válogatásból. Volt lejátszó. Most jött egy kicsike. Képszerkesztők is vannak. Ilyen videoeditorok. De szerintem a csomagban nem lesz benne. Helyette lesz másik. Ilyen download. Launcher, ez legyen még ismét szokás szerint ez a free
Bomblant. Hiatal. Következő, és akkor itt ezt a Firefox-ba lehet ilyen integráltatni az addonját, és egyszer mindig oda töltődik le, ilyen fájlok, és hiányzik még. Torrent. Viens! Hát nagyon itt is látszik, hogy Qubit torrent van, de jobban ajánlom a Bitcommentet. Jóval régebben van feleszve, sokkal több mindent tud. Kicsikét másabban. Felelte neki, ebben a válogatásban a Bitcommet fog lenni. Régebben eléggé sokat tötögettem vele. Nagyon. Jó. Volt. Jó, rajta van. És látom, vannak ilyen újabb verziók is neki. És éten számtalan sok vannak, lehet rajta jó sok mindent rátenni. Ilyen Bitcomment, meg ilyen Qubittorrent. Legajánlatosabb. Frissítéseket. És itt van, lehet az odalnak adni pénzt. Igen, régebbi verzió van rajta. 1.50-es. Ma 1.73 van. Hát, hogy más jelent, mint Torrenta. Tudni lehet letölteni. És ezt szépen le fognak töltődni. Hogy nagyjából ez a 2021-es első verzió ilyen alkalmazásoknál mit kell rajta a számítógépen. Nagyon sokan, nagyon sok vackot rátelepítenek, és aztán csodálkoznak, hogy miért is lassú. Rengeteg addon van itt a Firefoxban is, ahol videókat lehet letölteni. Azokról másik videókról lesz majd szó. Itten csak azok az alkalmazások lettek megemlítve, amik a rá lehet telepíteni a merevlemezre, és nem fognak lelassulni a számítógépek. De nagy valószínűséggel nem fogjátok rátenni, mert nem erre lettetek szoktatva. Folyton arra lettetek rászoktatva, hogy minél több Microsoftos termékek és fizetős termékek legyenek rajta a számítógépen. Na ez a Bitcommet vagy a Qubittorrent lesz, hanem nagy valószínűséggel az uTorrent,
legújabb verzió, ami tele van vírusokkal, reklámokkal, vaszkokkal, nem vírus, hanem inkább csak hirdetésekkel. VPS Office helyett a szokásos vacak, az Office. És mindjárt bejön a Microsoftos termékek. Meg kell venni a 365-öt minden évben. Így privát cégbe, személyesen. Ha jól akarnák Szerbiába nyitni céget, valamit csinálni lehetne simán. Meg van befizetni 300 eurót, és nekem azt a 300 eurót forgalmat, meg minden, kb. Egy hónapban kellene keresem a 2000 eurót. Akkor érni nekem meg privát céget nyitni, akkor lenne a nyerességem olyan 1000 euró. Biztosan nyitnánk nem ilyen Microsoftos Office-t vennék, egyszerűen nem éri meg. Valahogyan egyszerűen nem. Lehet, vannak ezek a nyit forráskódóak, LibreOffice, a VPS-nek már, ha a céged van, kell külön fizetős verzióval, nagyon törvényesen akarsz dolgoztatni magadat. Itten lehet itten is gondolkodni, miért van ez a nagyon sok Microsoftos erőszak. Hogy ez jut nagyon soknak eszébe, Office. Mi jut eszünkbe? Microsoft Office 2007 vagy 2010, vagy újabban már 2016, pont az nincsen, 2015 meg 2019, vagy Office 365. Mind-mind az ördögnek a műve a rászoktatásnak. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!